Kiállítás, hangverseny, kézműves foglalkozás, élő Betlehem. Ezek a programok várják Kelebián az érdeklődőket. A templom konyhájában a Vajdasági Magyar Folklór Központ tagjainak vezetésével a gyerekek mézes kalácsból készítenek karácsonyfa díszeket. Azok a hagyományos formák és azok a díszítési elemek, amelyek ugye a régi karácsonyfákra felkerültek, még a nagymamáink és a dédnagymamáink idejében, akkor, amikor nem voltak még ilyen kínai csillogó-villogó műdíszek és műanyagdíszek, hanem mindent az ember saját kezével készített. Ezt tanulhatják és tanulják a gyerekek itt a plébánia konyhájában. A gyerekek szerint jó érzés, hogy a saját készítésű díszek felkerülnek a karácsonyfára. Szerintük, amellett, hogy szépek a díszek, finom is a mézes kalács. A gyerekeknek tetszenek a változatos programok. Lehet lovagolni is, meg sok minden lehetne csinálni. A gyerekeken kívül riporterünk is szeretett volna összebarátkozni az élő Betlehem tagjaival. Ő is felpattant a Szamárra. A havazás ellenére is megnyílt az élő Betlehem Kelebián. Minden szombat és vasárnap megtekinthető egészen karácsonyig.